A Pesti Barokk című vígjáték egy 32 éves budapesti fiatalember története a 80-as évek elején játszódik. Diszidáláson gondolkodik abban az időszakban, amikor az országban valójában minden állóvíz. Nagymamájával lakik együtt, és elsősorban miatta nem megy el külföldre. Az ő szórakoztató hétköznapjaikon keresztül látja a néző a 80-as éveket, nevethet az, aki élt benne, és az is, aki csak ismerkedik ezzel a korszakkal. Nagyon jó csapat volt a Pesti Barokkban, mi nagyon nagy élvezettel dolgoztunk. Különösen azért volt örömteli, mert eredetileg ez nem tulajdonképpen nem vígjáték, és mégis olyan bizalommal próbáltak együtt a művészek, hogy mégis úgy néz ki, hogy meg tudjuk nevettetni azt, aki nézi. Kern András nagymamaként Lubickola szerepében. A 93 éves asszony maga a megtestesült nosztalgia, valójában mindenki nagymamája. 10 óra? Hát ezek szerint. Te már reggel is? Most vacsoráztam szépen. Ne, de mindenből viccet csinálsz. Szeretnél, hogy most vacsoráztam? Csinálok neked reggelire egy jó kis mamakám is. Most vacsoráztam? A csoráztál, látom, reggelire csak kell. Ilyen nagy ló, gyere. A művész Dés Mihály regényének színpadra állításában is részt vett, és az ő vágya volt, hogy eljátszhassa ezt a szerepet. Elolvastam ezt a könyvet. Fölhívtam az írót, és mondtam, hogy eljátszanám a nagymamáját benne, írjon belőle egy darabot. Akkor írt, akkor az nem volt elég jó, akkor azt én is egy kicsit belesegítettem. Szóval többen írtuk, egyszer csak elkészült, egyszer csak a Göttinger Pali megrendezte, egyszer csak itt vagyunk vele. Szabó Kimmel Tamás első alkalommal játszik egy előadásban Kern Andrással, és nagyon szereti a közös munkát, valamint az unoka szerepét. Hihetetlen tudású és jó humorú és jó a környezetében lenni. Hát egy olyan színész és egy olyan ember, akivel nagyon szívesen töltök időt, és akivel nagyon szívesen próbáltam, és akitől rengeteget lehet tanulni. Olyan technikai apróságokat előadással előadásra, ami igazán különleges, és úgy megdobja az embert. Úgyhogy én nagyon szeretek vele játszani. A fesztivál versenyprogramjában a nagy érdemű láthatja még a Vörös Marti Színház, a Latinovics Színház és a Rózsavölgyi Szalon előadásait, a koncerteken pedig a Hiperkarma és a Zagár is fellép.